Beruházási rekord vidéken, vásári forgatag, Klebersberg képzési ösztöndíjprogram, Tisztató a Tiszató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 11-én 18 óra 5 perckor. Tiszafüreden az országjárás egyik állomásaként tartott lakossági fórumot Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Aznap rakták le a város új főterének alapkövét is, amely mintegy 1 milliárd forint értékű beruházást jelent a település számára. Ez alkalomból adott interjút a külügyminiszter, aki többek között beszélt a Tiszató térségének fejlődéséről, és az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választások fontosságáról is. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Tiszató mára egy márkanévé vált. Egyre többen fedezik fel ezt a páratlan természeti kincset, azt a lebilincselő élményt nyújtó élővilágot, ami itt a környéken is megtalálható. Én azt gondolom, hogy a Tiszatóra, a Tiszatóhoz minden magyar embernek legalább egyszer el kell jönnie, hiszen az a fajta élmény, az a fajta élővilág, az a szépség, ami itt van, az nem található meg mindenhol. Én nagyon helyeslem azokat a beruházásokat, amelyeket itt a Tiszató környékén végrehajtottunk, és amelyekre majd sor fog kerülni az elkövetkezendő időszakban. Szólt arról is, hogy a kerékpárutakat építettek a környéken, Szabadstrand újult meg, és mára az ország legnagyobb bringás központja is itt található. Véleménye szerint az ökoturizmus növeléséhez szükséges beruházásokra is nagy szükség volt. Kifejezetten jó döntésnek tartom, hogy itt a helyi polgármester Újvári Imre belevágott egy 400 millió forintos beruházásba, amelynek keretében a Szabadstrand megújul. Kifejezetten jó, hogy kerékpárutakat építettek a környéken, hogy mára az ország legnagyobb ringás központja itt van. Az ökoturizmus növeléséhez szükséges beruházásokra is nagy szükség volt. És szerintem jól teszik azt is, hogy egy új városközpontot építenek, mert mégiscsak egy város megítélése, szeretjük, nem szeretjük, az mindig a főtérnél kezdődik, és itt most egy nagyon komoly, majd 700 millió forintos beruházás keretében megújítják a város központját, szebbé, szerethetőbbé teszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Tiszató és Tiszafüred fejlesztése az nagyon jó döntés abból a szempontból is, hogy a turizmus az a magyar gazdaság egyik húzóágazata, és minél több olyan turisztikai központunk van, amely közkedvelt a külföldi és belföldi turisták számára is, az annál jobban hozzá tud járulni az egész nemzet teljesítményéhez. Tehát ez a térség itt, Karcag, Tiszafüred, a Tiszató környéke teli van látványosságokkal, teli van olyan helyekkel, amelyek miatt érdemes eljönni, és ezt a lehetőséget azonban érdemes kiaknázni. A külügyminiszter szólt még a magyar gazdaság teljesítményének alakulásáról is. Kiemelte, hogy a vidéki városok mára már egyre nagyobb szerephez jutnak. Véleménye szerint korábban elmondható volt a magyar gazdaságról, hogy Budapest központú. Hozzátette, hogy Budapest szerepe természetesen mind a mai napig megkérdőjelezhetetlen, megkerülhetetlen. Korábban elmondható volt a magyar gazdaságról, hogy alapvetően Budapest központú, Budapest szerepe természetesen megkérdőjelezhetetlen, megkerülhetetlen. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a vidéki városok, kicsik, nagyok, egyre nagyobb szerepet játszanak az ország sikertörténetében. Ugye a tavalyi évben beruházási rekordot döntöttünk, 98 nagy beruházás Magyarországra hozataláról állapodtunk meg, és ez a 90% a vidéken kerül megvalósításra. És ugye az önkormányzati választásokon pedig hát nyilván azt kell eldönteni, hogy békétlenséget, feszültséget, csatateret akaró jelöltekre szavaznak az emberek, vagy olyanokra, akik már bizonyítottak, akik alkalmasak, és akik hajlandóak az együttműködésre a kormánnyal, hiszen a kormány és az önkormányzatok együttműködése a helyi siker legfontosabb alapja. Hiszen hogyha nyugodt, együttműködő légkör van, akkor van lehetőség az építkezésre, a további gyarapodásra. Hogyha feszültség, viszályok, személyeskedés van, akkor mindenre nincsen lehetőség. Tehát a október 13-án minden egyes településen, nagy és kisvárosban, faluban
az emberek eldönthetik, hogy a nyugodt, békés építkezés, vagy a béketlenség időszakát szeretnék a saját településükön. A miniszter elmondta, hogy elvünk az, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol a baj van. Nem a bajt kell odahozni, ahol nincsen baj. A magyar kormány több millió forintot adományozott ezekbe az országokba. Segítséget nyújtott a templomainak, az infrastruktúrájának rendbetételéhez, a kórházaik működéséhez, és mindahhoz, hogy ezek az emberek ne a saját országukat, otthonukat elhagyva idegen országokba keressék a boldogulásukat, hanem a hazájukban alapítsanak családot, vállaljanak munkát, és éljék a mindennapjaikat. A nyomás egyértelműen nő Európán, több ok miatt is. Egyrészt egyetlen egy olyan feszültség vagy ok sem oldódott meg, amelyek a migrációt kiváltották az elmúlt időszakban Európa környékén. Másrészt az olaszok döntése arra nézvést, hogy megnyitják a dél-olaszországi kikötőket az illegális migránsokat szállító csempészhajók előtt, az egy újabb lendületet ad. A migrációs hullámnak emberek százai, ezrei, tízezrei fizetnek újra súlyos dollárezreket az embercsempészeknek. Ülnek fel olyan lélekvesztőkre, amely az életük kockáztatását jelenti. Sokan indulnak meg a nyugat-balkáni útvonalon keresztül is. Törökországban az első 7 hónapban 270 ezer illegális bevándorlót tartóztattak föl. Az Európai Unió és Törökország közötti együttműködési megállapodást nem használta ki az EU arra, hogy a külső határokon megerősítse, vagy egyáltalán kiépítse a határvédelmi infrastruktúrát. Így mondjuk a Nyugat-Balkánon újra tömegével indulnának meg a bevándorlók, akkor a magyar határon lévő kerítés jelenteni az első megállítási pontot a számukra. Sajnos még mindig vannak a migrációt támogató erők komoly pozíciókban. Sajnos a magyar ellenzék is a migrációt támogatja. Ez az önkormányzati választáson ez a lehetőség is megnyílik a magyar emberek előtt, hogy eldöntsék, hogy a migrációt támogató, vagy a migráció ellen fellépő politikai szervezeteket, pártokat, képviselőket, polgármestereket választanak meg. Az édesanyjától való elszakadás minden óvodát kezdő kisgyermek számára nehéz. Az óvónénik óriási szeretete, türelme és az óvitársak befogadása nagyban megkönnyíti ezt. A MIEU Zöldfa úti óvodájában az új gyermekek beszoktak, s most fogadalomtétellel óvisokká is váltak, ígéretet tettek társaiknak és szüleiknek, hogy vidámak és szófogadóak lesznek, és közben sokat tanulnak. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa úti tagovodájában Mihály napi vásári forgatagot tartottak, melynek kezdetén Harsányiné Szabó Ilona tagintézményvezető és a szülők előtt a most beiratott 18 kiscsoportos kisgyermek közösen is tett ígéretet arra, hogy igazi érdeklődő óvis lesz a következő 3 évben. A mai napon kerül megrendezésre a hagyományos Mihály napi vásárunk. Ez minden tanév elején egy olyan program, amivel a gyerekeket, az új gyerekeket fogadjuk, a régieket fogadjuk ide a kis óvodánkba, és ezt a régi néphagyományt elevenítjük föl, hogy ilyenkor milyen hagyományok voltak a kunsági emberek életében, és ezt mi a gyerekekkel interaktívan hogyan tudjuk bemutatni. Ezeket fogjuk majd bemutatni a szülők számára. Hát ez az őszi időjárás ugye a betegségnek nem kedvez, lesznek még biztosan sírós gyermekek, de azért már örömmel mondhatom, hogy mindenki beszokott, megszoktuk a szép új környezetet, és örömmel jönnek a gyerekek óvodánkba. A kicsik megkapták óvónéniüktől a csoportjuk jelét is nyakláncukon, majd kezdetét vette egy vásári játék a nagyobb óvodások bemutatásában. A citerás néptáncosok pedig igazi vásári forgatagi hangulatot varázsoltak a csoportszobába, ahol a kicsik szüleikkel együtt vettek részt. Izgatottak, nem tudják, hogy mire számítsanak. Egy kis fogadalomtételt szoktunk ilyenkor nekik elmondani, hogy megígérik, hogy jók lesznek, hogy mosolygósan jönnek, és jól érzik magukat az óviba, és akkor egy ajándék is nyaklánccal fogadjuk végül is a Zöldfa úti óvoda csapatába őket. A nap jó alkalom volt a kiscsoportos szülőknek az egymással és az óvodában való ismerkedésre is. A Klebersberg képzési ösztöndíj program célja, hogy a pedagógus képzésben résztvevő hallgatók oklevelük megszerzése után a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézményekben helyezkedjenek el.
az egységes, osztatlan tanárképzésben, illetve gyógypedagógiai alapképzési szakon tanuló hallgatók jelentkezhettek idén is az ösztöndíj programba, amely során az anyagi támogatásért cserébe a hallgatók oklevelük megszerzése után a tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézményekben helyezkednek el. Az ösztöndíj havi összege a tanulmányi eredményektől és a választott szaktól függően továbbra is 25, 50 vagy 75 ezer forint lehet. Az ösztöndíjakat a hallgatói jogviszony ideje alatt kapják meg a támogatottak, akiknek vállalniuk kellett, hogy az általuk megjelölt három megye valamelyikében legalább az ösztöndíj folyósítás idejének megfelelő ideig állami fenntartású intézményekben tanítanak a diplomájuk megszerzését követően. Az ösztöndíj program 2013-2014-es tanévi indulása óta a Klebelsberg központ 2903 ösztöndíjas szerződést kötött eddig, összesen 3,6 milliárd forintot fizettek ki az ösztöndíjra. A programnak köszönhetően 2018. szeptembere óta 269 ösztöndíjas helyezkedett el a tankerületi központok fenntartásában működő köznevelési intézményekben. Mindjárt három fűzfával gyarapodott a Tiszató, egész pontosan a Tiszaderzsi kikötő. Már a Tisztató a Tiszató projekt negyedik ütemének nyitó sajtótájékoztatóján jártunk. A 2016-os induláskor még a földművelésügyi, majd az Agrárminisztérium, most pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával zajló térségi környezettudatos szemléletformáló program jelenlegi üteme is több újdonságot hoz, amellett, hogy épít a már bevállalt, sok részvevőt megmozgató népszerű programokra. Ennek a projektnek nem más a célja, mint az, amiről oly sokszor is, oly sok alkalommal beszélünk a mindennapjainkban, a környezetvédelem. A környezetvédelem területén a Tiszató egy kiemelt turisztikai térség, így kiemelt figyelmet érdemel ezen a területen is. Azt hiszem, mindannyian tudjuk az itt jelenlévők köréből, hogy az eddigiekhez képest a mostani negyedik ütem új elemekkel bővül. Azon túl, hogy az ökoakciókat elindítjuk, és ezen ökoakciók keretében számos különböző szemléletformáló rendezvényt fogunk tartani, azt emelném ki legfontosabb projektelemként, hogy amikor szemléletformálásról van szó általánosságban, az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy miről beszélünk, azonban ennek nagyon-nagyon komoly üzenetértéke van, hiszen ezen szemléletformáló akciók, ezen megvalósított projektelemek eredményezik azt, hogy minden generációhoz eljut az a szándék, amit mi a negyedik alkalommal fogalmaztunk meg célként. Cél, hogy a Tisztató tiszta legyen. Ez nem egy véletlen elnevezés, hanem a program valódi célját tartalmazza a projektnek a neve. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek fel kell hívni a figyelmét, aki itt él, aki ide látogat, és nagyon-nagyon fontos, aki ide fog látogatni hozzánk egy elkövetkezendő alkalommal. A Tiszató országunk egyik legjobban és legdinamikusabban fejlődő turisztikai térsége. Ahhoz azonban, hogy ezen az úton végig tudjunk menni, ahhoz ilyen és ehhez hasonló szemléletformáló akciókra is szükség van, hiszen a turizmus és a természet és környezetvédelem egymás nélkül nem vihető hosszú távon sikerre. A projekt egyik fő eredménye, hogy az indulás első két évében 40 helyen szelektív hulladékgyűjtőt helyezett ki a Tiszató körüli strandokra. Emellett szemléletformáló rendezvényekkel hívja fel a térségben élő lakosok és a tónál pihenő kiránduló vendégek figyelmét a környezetük megóvására. A Tiszató, program immár negyedik alkalommal 4 éven keresztül kitűnő szemléletformáló, környezetvédő és olyan programokat tudott megvalósítani, amiben azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy vigyázzunk meglévő környezetünkre, erre a csodálatos tájra, a Tiszatóra. Nagyon sokat tettünk, de ez csepp a tengerben, vagy ahogy pontosabban fogalmaznánk, csepp a Tiszatóban, hiszen nagyon sok tennivaló van még. Szelektív hulladékgyűjtő állomásokat hoztunk létre szerte a Tiszató környékén, kempingekben, kikötőkben, és meg is szokták az emberek, megszerették, tehát már ha itt a szelektív hulladékgyűjtés szóba kerül, akkor azt mondhatjuk, hogy úttörők voltunk,
de ez a munka meghozta gyümölcsét, már az idejáró turisták, az itt lakók is szelektíven gyűjtik a hulladékot. Megtettük azt a lépést is, hogy példát mutatva hulladékgyűjtéshez kezdtünk, összeszedtük a szemetet nem csak a vízről, hanem a tóparti településeken is. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk az elmúlt években, gyermekek, fiatalok, diákok, idősebbek, az önkormányzatokkal nagyon jó kapcsolatot alapítottunk, és alakítottunk ki, és azt gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell, hiszen ez a munka nem állhat meg. A mostani szakaszban új elem, hogy közel 20 új fa is elültetésre került, ebből 3 fűzfa már a nyitó sajtótájékoztatón megtalálta végleges helyét a Derzsi kikötőben. Október 15-ig a 4. ütem végéig csónaktúrával, szemétszerű akcióval, ökonappal, általános iskolásoknak roadshow-val és szakmai konferenciával folytatódik a Tiszató a Tisztató projekt. Gondolkozzunk és cselekedjünk zöldben, minél többen a karcagiak körében is népszerű Tiszatónál, a Tiszatóért. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!